Sziasztok, drága barátaim! Bikóczi Ferenc vagyok, és így pár nappal karácsony előtt szeretnék ehhez méltóan megosztani veletek egy villámtanítást a saját életem tapasztalataiból. De még mielőtt ebbe belecsapnék, engedjétek meg, hogy a címszót megosszam veletek. Mire figyelj karácsonykor? Tehát a kulcsszó a figyelem. Ha egyáltalán valami létezik a nagy átalakulásomhoz, a érzelmi spirálon persze kívül, ami segített engem, az a figyelem. A titok titokja a figyelem. Ne csak magadra figyelj, hogy bizonyos esetekben, helyzetekben hogy cselekszel, mondasz dolgokat, és gondolsz dolgokat, és érzellek belül, hanem a külvilágodat is ilyen nyitottsággal szemléld. Mai tanításom nem arról fog szólni, hogy szeretet, család, békesség, csoda, meg ami ilyenkor szokott, hogy segítsük ezeket, azokat, amazokat az embereket, mert Isten igazából legtöbbet úgy tudunk tenni a világnak, és ezek most nem nagy szavak, hogyha először magunkon segítünk. Számtalan esetben ez a külső segítség, ez egy kompenzáció. Ha valaki túladakozik, akkor az is kompenzál. Valaki túl sokat dolgozik, az is kompenzál. De mondjam akár a saját példámat, hogy vissza tudjak kanyarodni maga a gondolatmenetre, hogy honnan is indult ez a mai villámtanítás legbelül bennem. Sok éven keresztül munkamániába szenvedtem, angolul workaholic, hogy kimondottan minden egyes tevékenységem, energiám csak a munkáról szólt. És ez nagyon érdekes, mert megfertőztem vele mindenkit. A családomat, sőt a feleségem szüleit is, mindenkit körülöttem, mert egyszerűen ezzel a habitussal, ezzel a karakterrel éltem. De valójában, amikor kezdtem az önfejlesztő utamon ezeket a dolgokat is megfigyelni, akkor rájöttem arra, hogy Isten igazából én a önbizalmamat, a önbecsülésemet, a belső elfogadásomat a teljesítmény alapján kategorizáltam. Tehát ha teljesítettem valamit, akkor jól éreztem magam, és növekedett az önbizalmam. És volt egy olyan időszak, mikor nem csináltam semmit, és nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, mert elpocsékolt időnek tartottam, semmit tevés, egyszerűen ki voltam ettől borulva. Akik itt ismernek környéken, és a rokonjaim, ismerőseim, barátaim, ügyfeleim, azok mindig tudták múltban, hogy a Ferjez ilyen munkamániás volt, ez egyszerűen förtelen volt már sokszor, hogy még kommunikálni se álltam le emberekkel, fair to fair, mert egyszer azt gondoltam, hogy ez is egy időpazarlás. Most így őszintén ezt bevallom, nem volt szép dolog tőlem, de rá kellett, hogy jöjjek, hogy miből táplálkozik ez, hova vezet ennek a csirája, tehát hol a gyökere valójában. És már ha úgy mondom, 2-3 éve ezelőtt megtörtént bennem az, hogy most már tudok pihenni, most már le tudok nyugodni, most már tudok 1-2 napot kivenni szabadságot, és nem hagyom azokat az ügyfeleket, akik folyamatosan azzal traptáltak, egyszer még felé infarktot kapsz, túlhajtod magad. Hál' Istennek most már sokkal jobban érzem a bőrömben magam, úgyhogy én azt tudom tanácsolni neked, hogy karácsonykor legyen együtt a család, legyenek együtt a barátok, ismerősök, rokonok, ez mind szép, mind is jó. De ez egy olyan különleges alkalom, ahol mindenki és minden lecsendesedik. És megint a nagy átalakulásom kulcsszavához jövök, a figyel. Mire rakod a figyelmet? Egyszerűen simán idén figyeld meg karácsonykor, hogy hogyan érzed magad. Többet piszkálódsz el pároddal, a családtagjaiddal. Több édességet eszel-e. Vagy 2-3-4-5 kilót felhízol. Vagy nyugtalanul érzed magad, mikor az anyóshoz, apóshoz kell menned. Mindegy, hogy mi az, figyeld meg. Ez egy különleges alkalom, és ebben a különleges alkalomban, ha megfigyelője vagy a történetnek, hogy te hogyan érzed magad az adott helyzetben, abból nagyon sokat tudsz meríteni. Nem olvastam el 300 könyvet, nem szenteltek fel engem semmiféle guruk, de egy dolgot tudok biztosra, hogy amit én átéltem, amit megtapasztaltam saját bőrömön, azok működő dolgok. Vannak közöttük alaptörvények, amik az univerzum törvényei, és vannak közöttük olyanok, amiket a
ahogy megismertem saját magamat és környezetemet, úgy fedeztem fel ezeket az apró kis összefüggéseket az életben. És ez a munkamánia is ide tartozott, mert valójában ez belőlem táplálkozott. De úgy gondolom, hogy mindannyiunknak valamilyen hitrendszere van, amizen szükséges dolgozni, hogy egyszerűen a belső nyugalmadat meg tud találni. Senki nem tud neked nagyobb fájdalmat okozni, mint a belső gondolataid. És ezt vedd tuti biztosra. Mondhatod, hogy a szülő, a férj, a feleség, a gyerekek, a kollégák, munkatársak kihoznak a sodrodból, ezek mind külső körülmények, de te, ahogy azokra a dolgokra reagálsz, és hogyan pörgeted újra, újra eleveníted, újra adsz nekik energiát, azzal a gondolati figyelmeddel, megint miről beszélek, a figyelmeddel okozod saját magadnak a veszteséget. Úgymond lehangolod magad, és egyre jobban mész le az érzelmi spirálon. Én azt tudom neked javasolni így karácsonykor, mikor már lenyugodtak a kedélyek, és jó évet zártál, még ha nem is akkor is, hogy gondolkodj el egy picit azon, hogy mi az, amit következő évbe érdemes beépítened az életedben, vagy mi az, amit érdemes leépítened az életedben, ahhoz, hogy egy tartalmasabb, minőségesebb életet tudjál élni. Én ezt tudom neked javasolni, és nem akarok itt most belemenni abba, hogy adakozz, segíts a hajléktalanoknak, ide menj, oda menj, adom, amoda menj, mert mindenkinek mindenről megvan a saját véleménye. Én itt ebben a blogvideóban csak arról tudok beszélni hitelesen, és azt tudom elmondani, amit én tapasztaltam. Utamon vagyok, rengeteg hibát követek el még most is, mostanság, de minden egyes ilyen dologból tanulok. Elfogadom magamat, és elfogadom azt, hogy most jelenlegi állapotban ezen a tudatszinten vagyok. De viszont tudom, mi a szándékom, tudom, hová tartok, és minden egyes nap ennek függvényében teszek egy apró kis lépést. Most is fáradtan ezer-ezer hangya mászott a kis fejembe, hogy ne jöjjek, ne forgassak, pihenjek, ide menjek, oda menjek, nem. Ha van egy konkrét célod, és már több éven keresztül minden csütörtökön forgatok, mert eldöntöttem itt azt, hogy én segítek másoknak, ami zenén keresztül mentem, átéltem, hogy a gyorsító pályára tudjanak többek között lépni ők is, akkor itt vagyok, felveszem a csukám, erőt merítek magamon, még akkor is, ha 24 órákot dolgoztunk a napokban, és végig tolom ezt a videót. Lehet, hogy nem kell ennyire fanatikusnak lenni az életben, de ha van egy döntésed, és elkötelezted valahol magad, akkor ne bántsd magad úgy, hogy nem végzed el az adott feladatot. Mert legtöbb kár itt is, ahogy a fájdalomnál mondtam, magadnak tudsz ártani. Te minden egyes olyan ígéret, amit megtettél, vagy nem tettél meg, az hatással van a belső erősségeidre, értékeidre. Tehát a magadnak tett ígéret, amit titokban lehet, hogy nem tud senki, és megszegsz, az töri le önbizalmad, önbecsülésed. Lehet, hogy más most ezt így ebben a kontextusban nem nagyon érted meg, ezzel sincs semmi gond, 5-10 évvel ezelőtt nekem se esett volna le, de gondolkodj el azon, most, hogyha valamit valakinek megígértél, és nem tetted meg, és nem kommunikáltad le persze, azután hogyan érezted itt magad legbelül. Jó, tehát a mai gondolatmenet a figyelemről szólt, jön egy különleges pillanat, minden évben egy alkalomkor a karácsony, mikor a szülők, gyerekek, család összeül, és meg tudod figyelni saját magadba, hogy bizonyos helyzetekben hogyan érzed magad, mi az, ami zavar, mi az, ami kevésbé zavar, mi az, ahol hol van az, ahol jól érzed magad, hol van az, ahol kevésbé jól érzed magad, és ennek függvényében díszítsétek akár együtt a karácsonyfát, vagy legyetek együtt. Jó? Én mindenképp ezt fogom tenni, engem ez vitt előre, ez alakítottam
alakította rajtam ki a nagy átalakulást, és persze az utamon vagyok, minden nap teszek is ennek érdekében, ezt tudom javasolni neked is, sőt, akik folyamatosan jönnek hozzám nap mint nap segítséget kérni, nekik is ezt tanácsolom, legtöbbet úgy tudsz magadon segíteni, hogy figyeled saját érzéseidet, és figyeled, hogy mik a fő gondolataid minden áldott nap. Én meleg szívvel kívánok nektek boldog, meghitt ünnepeket. Legyetek minél többet együtt, szeressétek egymást, és bízom benne, hogyha rátértek erre az útra, hogy nem a másikba fogod keresni a változás potenciáját, hanem elindítod saját magadba, akkor a világ is el fog indulni a változásba. Köszönöm, hogy itt voltál. Hogyha tetszett ez a kis videónk, akkor kérlek, küld tovább. Neked csak egy kattintás, barátaidnak, ismerőseidnek, akár egy gondolat belőle is előre viheti az életét. Namaste!